nem fölhívott engem a Kisztáros bácsi, mert hogy elég jön ide hozzátok mesélni, mert egyszer már voltam itt. Igen. Csak akkor Filippovisok voltatok, a másodikosokkal találkoztam, akkor ők voltak a kicsi elsősök, és vannak olyan arcok, akikre emlékeztem, és ami legjobban esik, hogy ők is emlékeztek rám. Most egy másik mesét hoztam, nem azt, amit akkor meséltem, de remélem, hogy rám, vagy nincs tudunk egymásra emlékezni, jól fogunk játszani. Szóval képzeljétek el, én egy író néni vagyok, az a munkám, hogy meséket írok. És amikor megírom a meséket, akkor elmondom. El is mondom, igen, de képzeljétek el, úgy szokott mondani, hogy elküldöm a kiadóba, ahol elolvassa egy másik néni, és hogy neki is tetszik, akkor azt mondja, hogy legyen ebből egy mesekönyv. Keresünk hozzá valakit, aki képeket rajzol, illusztrátornak hívják, megrajzolja a meséhez a képeket, lenyomtatják a nyomdába a papírokat, és hip-hop már is könyvbe kötik őket, és már mehet is a boltba, meg lehessen vásárolni. Az a szerencse, hogy nem csak boltból lehet könyvet vásárolni, hanem lehet kölcsönözni is tudjátok honnan. A könyvtár. A könyvtárból, és itt az iskolának van a fantasztikus könyvtárra, én meg is lehetettem, hogy milyen sok könyvetek van. Ez azért jó könyvtárból kölcsönözni könyvet, mert azért nem kell fizetni. Elmész, kiválasztod, hogy melyik tetszik neked, kölcsönkéred, hazaviszed, elolvasod, és amikor elolvastad, visszaviszed a könyvtárba, és akkor más is ki tudja kölcsönözni. Szerintem próbált ki, hol van a könyvtár? Itt az iskolai... Lent a földszinten. Lent a földszinten, és Kisáros bácsi vált. Igen, vannak tudományos könyvek, kalandregények. Vannak ilyen népmesék, vannak boszorkányos mesék, magyar állatos mesék, mindenféle mesék vannak, úgyhogy érdemes bemenni a könyvtárba. Na de nem voltam már még mindig írónéni. Mielőtt írónéni lettem volna, találjátok körül voltam. Tanítónéni! Képzeljétek! Nem tudtam, hogy jól nyitettem. Úgy hívnak, hogy Adrien, és a vezeték neve az, hogy Vadadi, Vadadi Adrien. És volt egy óvis csoportom, ahol olyan érdekes dolgok történtek nap, mint nap, hogy egyszer csak hazamentem, és úgy gondoltam, hogy ezekből mesét írok. Egyszer például valakinek kiesett a foga. Nálatok is volt ilyen a megoldás? Nálunk is! Hát ebből is lett egy mese. Egyszer meg Györgyinek kis testvére született. Nálatok ilyen történt? Igen! Nálunk is történt, ilyen abból is lett egy mese. Na olyan biztos nem történt, mint a mi óvinkban. Egyszer Peti meg lemente, meg akarnak szülni az óvodába. Tudjátok, mit csináltak? De bementek a homokozóba, és ástak. Olyan mélyre akartak ásni, hogy megtalálják a vakondjáratot, abba bele akartak bújni, és a vakondjáraton keresztül ki akartak mászni az óvodából egészen a Messiászó térig, hogy ott hintázzanak, meg mászokázzanak, amíg mi az óvodában ebéd után alszunk. Szerencsére az egész szökési teret nem sikerült, mert beomlott a vár, vagy az a lyuk, olyan mély volt, hogy beomlott, így aztán lementem, meg Peti maradt az óvodába, de egy mese lett ebből is. És amikor már sok-sok mesét megírtam, akkor úgy gondoltam, hogy írok óvodásoknak is. Óvodásoknak, iskolásoknak. Na és akkor most hoztam ebből egyet nektek, egy lovas történetet, ami egy lovardában játszódik. Az előbb kérdeztem a másodikosoktól, hogy ültek-e már lovon, és már jó sokan föltették a kezüket. Most megkérdezek titeket is elsőszült, hogy van-e már valaki, aki ült lovon? Van-e valaki, akinek van otthon lova? Neked van? Hogy hívják a lovonokat? Lili. Tényleg? Micsoda szép lány, jó névén koncoli. De nem körbe van a lónak, hanem? Patája. Az igazi lovasok csillogós patazsét szoktak rárakni. Na, nektek? Hát. Nem tudom, hogy hívták régebben a lónkat, hogy Diri. És beadattuk magára. Na, már meg most már gondoskodik róla? Igen. Mit szólnátok, hogyha eljönnétek velem,
Egy mesebeli lovardába visszaveszem a szemüvegem, mert képzétek el, akkor jobban látlak titeket, a meséhez meg majd leveszem, ha olvasok. Egy mesebeli lovardába, amit úgy hívnak, hogy kockacukor lovassori. Eljöttök? Igen! Tudom, hogy most 10 óra iszatok, de hát azért vinnünk kell valami ennivalót magunkkal, mert egész napot leszünk a lovardába, úgyhogy szerintem süssünk valami útravalót, amit könnyű becsomagolni. Mit szólnátok a pogácsához? Jó! Jó! Na, mi kell a pogácsához? Liszt. Liszt. Na, szerencsére van itt egy nagyság lisztem még tavalyról. Nem is liszt, ez egy búzásá. Mit csináljunk a búzával, hogy liszt legyen belőle? Ledaráljuk. Hogy szóltuk van, hogy megőrüljük. Vegyünk el a malomkereket és őrüljük. És őrüljük. Jó. Bekerem a malmot, kipereg a liszt. Ti nem kértek pogácsa? Nem. Na, örüljétek ti is. Bekerem a malmot, kipereg a liszt. Pogácsa lesz belőle. Tudj ki gyorsabban is? Igen. Bekerem a malmot, kipereg a liszt. Pogácsa lesz belőle. Még gyorsabb? Igen. Bekerem a malmot, kipereg a liszt. Pogácsa lesz belőle. Na, ügyes, ki is tudja. Bekerem a malmot, kipereg a liszt. Pogácsa lesz belőle. Lett egy nagytál lisztünk. Mi kell még vele? A csajtotban ezt elszedjük a tetejére, jó? Mondd! De jó tetejére szedjük, hát de a fogácsába mi kell? A lisztbe mit rakjuk? Tojás! Tojás! Na, vegyük elő a tojást a műtőből. Hú, de koszos! Mi ez a kosz rajta? Mi kell? Na, mert rész. Kaki, mert a tojás, a tyúganyó tojt, aztán kicsit kaki is tett meg, saras is, meg kell mosni. Kocs, cincsuk, kocs, kocs, cincsuk a lisztbe, kocs, héjjel dobjuk, na még egy, kocs, kocs, na egy harmadikat is, kocs, na, a lisztbe van most már tojás. Mit rakjunk bele, nehogy éves legyen? Élesztőt. Mosoljuk bele az élesztőt. Attól lesz ilyen nagy a tészta, igaz? Ez kell egy csipet cukor, de nehogy édes legyen a pogácsa. Mit rakjunk bele? Sok. Kell egy kicsit tej, egy kicsit vaj, és mehet a gyúrás tagasztás. Gyúrom. Kemperem a kását, sütöm a kását, petek vajba, piros veszek a nyitba. Kemperem a kását, sütöm a kását, petek vajba, piros veszek a nyitba. Na, szóljuk meg a tetejét sajtán, rakjuk be a sütőbe, és amíg megsül a légyöltözünk, már fölmehet az ilyen esős időben nem mennék ki gyerindulni. Vedd fel a cizmádat, föl is állhatsz az esőkabátodat, rakd fel a kapucnit, kövess be, mert már meg tudod kötni, mert már olyan vagy iskolás vagy. Vedd fel a cizmát is, kész vagyunk? Igen! Akkor vegyük ki a fogását, kössük batyuba, rakjuk a hátunkra, és induljunk az a lovardába. Mindig óvodát mondom, mert sokat megyek a kisokhoz. Itt a kicsi kódére, a kódére, lovardád is áll. Ó, jaj, helyedője nem szól már. Itt a kicsi kódére, a megérkezünk az kóborlóvárdába. Na nézzük, mi van a
sajnálok. A lábamra pedig gumicsizmát húztam. Bocsánat, hogy kifújom magam. Olyan messze volt ez a... Istenem! Ez a lovat, olyan nagy... Játszós ruhát vettem fel, amit nem sajnálok. A lábamra pedig gumicsizmát húztam, mert segíteni akartam Pali bácsinak az etetésnél, itt a társnál. Mire odaértem, ő már kitalicskázta a piszkos szalmát, és frisset rakott a lovak alá. A széna az udvar végében van, nagy várárban, onnan kell vasvillával az istállóba hordani. Pali bácsi akkora kazalt tud felszúrni egyszerre, hogy három óra is elég. Amikor behordta a szénát, sorra kinyitotta előttem a boxok ajtaját, én pedig felnyaláboltam, és igazságosan elosztottam. Először lópaci kapott, mert ő a kedvencem, majd szellő, mert ő kis csikók vár. Aztán villám, mert már nagyon türelmetlen volt, végül sorban a többi ló. Az aranyszínű csillag, az almásderes baba, és a szürke vén belsőjön a morcos, aki már az egyik szemére nem is lát, de neki csak kintről szóltam be a szénát, mert Pali bácsi szerint nem szereti az üdvösségeket. Áú! Kiáltottam. Morcos majdnem megharapott. Hát úgy látszik, megint rossz napra van. Lépett közénk Pali bácsi. Aztán megvaskoltam most Morcos nyakát. Nem vagy valami kedves, te vén csataló. De miért akart megharapni engem, hiszen csak friss szénát hoztam. Morcos nem elégi már mostanában olyan kiszámíthatatlan, ígérd meg, hogy egyedül sosem mész be hozzá. Nem lehet, hogy jól fogad. Megígérem. Aztán Pali bácsi még vödörben szabott és vizet hozott. Ebben már nem segítettem, úgy sem bírnám, és szomorú is voltam morcosnia. Inkább odaálltam lópacihoz, néztem, hogy rágja a szabot, és énekeltem is neki. Az anyák napjás dalt, azt, amelyben elsírták magukat az anyukák, az orgonoágát. De amikor hátat fordított lópac és lóbári kezdte a fejét jobbra-balra, akkor megkérdeztem, mi a baj, lópaci? Nem ez szomorkol. Tudod, az anyukák nem igazából sírtak, hanem örömükben, mert meghatódtak. Na de várj, majd tudok még egyet, ez biztos tetszeni fog. Így hát én másik dalba fogtam, abba, amelyiket én rajzfilmből ismerek. Kívülről tudom, mert már nagyon sokszor meghallgattam. Az autóban, amikor utazom, akkor is mindig ezt hallgatom. Gyere velem, együtt dobban a szív, szágulj vidáman, a bánta mindig hív. Ragyogó ez a nap, mint egy szivárvány, a lovassúriban sok-sok kaland vár. Jól mulattok? Kérdezte Pali bácsi, amikor véget ért a nézet a dolgával. Nagyon jól válaszoltam, de most megyek, sok a dolgom. Aztán odasúgtam Pali bácsinak, de holnap meg akarom letni lópacit. Na, kíváncsi meg vagytok, mit szólt ehhez a ló? Igen. Igen. Hát, ez nem igaz. Miért pont én? Kérdem én, miért pont én? Amíg itt volt, próbáltam folyton rágni zablot, az hangosabb, hátha a recsegés elnyomja a számban a vége láthatatlan csipogás, de nem. Amikor a csipogás után énekelni kezdett, egyszerűen nem bírtam tovább, és hátat fordítottam. Dúdolni kezdtem magammal valami rendes nótát, a jó lovas katonának, de jól vagyom dolga. Becsukszam a szemem, próbáltam táncolni is a saját dalomra, egyet jobbra, egyet balra, hogy eltereljem a figyelmem a szélna vékony nyikorgásától, de minden hiába. Annál hangosabban, annál lelkesebben trillázott. Gondoltátok, hogy nagyon jól ilyesmiket gondolnak, egy kislány énekel nekik? Na, várjatok, megnézzük, mit történt. Nagyon figyeltem arra, amit Pali bácsi mindig mutatott, mert minden pont úgy akarok csinálni, ahogy ő. Ha nagy leszek, én is istállómester leszek, és állatorvos, meg talán énekesnő. Ti már tudjátok, mit leszek, ha nagy leszek? Igen, na, ki az, aki tudja? Te már tudod? Na, te mi leszel? Én már tudom. Ez egy kérdés, mert dobos. Hú, hogy zenekarba fogsz játszani, te? Rendőr. Rendőr néni? Azt, de azért nagyon kedves leszel, ha valaki gyorsan hajt, ugye? És megállítod. Hát te mi leszel? Rendőr. Hát akkor ti kollégák tesztek. Már most is el van dőlve. Ágos.
Á, valami boltos néni, vagy piacon fogsz árulni? Piacon. Vagy ruhát fogsz árulni, vagy élelmiszer? Hát, nem. Jaj, ez nagyon szép ötlet. Na, te mi leszel? Könyvelő. Mint az anyukád? Mint az apukád? Majdnem. Majdnem? Ki a könyvelő a családban? Senki. De akkor nagyon megy neked a matek, biztos. Hát akkor jó könyvelő leszel. Te? Tanár bácsik, szóval lehet, hogy ebben az iskolában? Ó, gyerekek, hogyha majd lesznek gyerekeitek, lehet, hogy ő fog lesz a tanár bácsiuk. Hogy fogják szeretni? Ez nagyon szép szakma, igaz, tanár néni? Igen, nagyon szép. Van körmös? Csillogó, villogóra? Hát te? Boltos bácsi. Na hát akkor mit lehet majd nálad lenni? Inkább ruhákat, vagy ennivalókat, vagy autógumit. Autót. Autót. Milyen boltos viszont? Lorákú. Vigán. Lehet, hogy olyan boltod lesz, ahol mindent lehet kapni? Nagy gombot is? Csokit is? Na, te mi leszem? Tanár néni, akkor ti kollégák is lehettek, ha te is ebben az iskolába jössz majd. Hát te? Mentős? Ó, az nagyon bátor foglalkozás. Én egyébként nagyon szeretnék mentős lenni, csak attól félek, hogyha meglátok és sebesültet, akkor talán megijedek. Úgyhogy te már nagyon bátor, hogyha már most eldöntötted. Az igen. Te is mentős. Tehát egy mentőbe fogtok majd hurigázni. El is mondom Pali bácsinak, hogy Pali, hogy dolgocinál egy vízikben, nem hiszem beszél hozzám, szóval nyugodtan elkezdtek kiparolvas leckéket. Na, akkor mi is mielőtt Lóra ülnénk, igazítsuk meg a patkóját. Álljunk, akkor lehet, hogy a jó, hogyha betoljátok a székeket, mert patkolni fogok. Csak egy kicsit hátrébb. Úgy, úgy. Nézzétek, csak így fogunk patkolni. Emeld fel a ló egy lábát, és akkor most majd meg egy
Gábor lányi, hát hiszen neki is hárna kell, és mehet a patkolás. Kicsi Kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok. Igaz, arra gondoltál? Nem.
Pali bácsi először felkantározta lópacit, még jó, hogy már lenyelte a répát, különben nem tudom, hogy kapta volna be a szájába a zabrát. De aztán a gyerek helyett valami kapaszkodó szívét kapott a hátára. De miért nem nyerget raksz rá? Csodálkozta. Mert ha nem nyeredben, hanem szőrélőd meg, jobban megnézed a lóhoztását, könnyedte Pali bácsi. Ezt a kapaszkodót, amit rászíjaztam, volt is hevedelmére. Ne aggódj, ha ebbe fogózkodsz, biztos nem fogsz leesni. Amikor már mindennel meg voltunk, Lópaci ott állt, felszerszámozva, rajta lovagolták, csizma és kova, Pali bácsi kivezette Lópacit a lovaglópályára. Na gyere ide a bal oldalára, szólt Pali bácsi, innen kell fedülni a hátára. Üde magas, ámuldoztam. A poni, amin egyszer már lovag voltam, az olyan alacsony volt, hogy majdnem a földig ért róla a lába. Ne izgulj, hamar kiszokod a magasságot, csak kapaszkodj a hevederbe. Hármasban sétáltunk körbe a lovaglópályán. Lópaci szép lassan lépegetett, Pali bácsi a kantárja száránál fogva vezette, én pedig ahogy Lópaci lépett, úgy illettem, pillettem ide-oda a hátán. Most már nem félsz? Nem. Nem, Pali bácsi. Én amúgy csak éppen. Már nem, mosolyogtam. Akkor futószára veszem a lovat. Az a Pali bácsi egy hosszú kötelet kapcsolt Lópacira, ostort fogott a kezébe, és beállt a lovaglópálya közepébe. Csettintett a nyelvébe. Milyen Lópaci elindult? Na nézzük, hogy megy a malomkörzés, kiáltotta. Malomkörzés? Nem értettem ez meg, hogy jön ide. De amikor csak küldtem tovább Lópaci hátán, Pali bácsi megint rákezdte. Na, mutasd meg, hogy tudod-e a malomkörzést, ez vagy csak előre vagy hátra? Előre, hátra. Hát egyébként tudom, de most éppen lovagolok. Hát éppen azért gyerünk, szás neki a lovastornának. Gyerünk, gyerünk. Most néztem rá, többetre. Lovas torna? Hát hogy tornázzak, hogyha a ló mozog alatta? Én pedig kapaszkodom, hogy le ne esse. De nem volt mit tenni, Pali bácsi addig nem hagyott békén, amíg el nem engedtem egyik kezemmel a kapaszkodót, és körbevel nem lendítettem a karom. Jó, van most a másik kezeddel. Lópaci csak lépett, lépegetett, én pedig, hogy hol az egyik, hol a másik kezemmel rajzoltam a karikákat a levegőbe. Nem is volt nehéz, egész jól belelőttem. A lovaglás végén már mind a két kezemmel valom köröztem. De úgy, hogy a kapaszkodót néhány pillanatra teljesen elengedtem. Pali bácsi azt mondta, szorítsam Lópacit a térdemmel. Nincs mitől félnem, hiszen a ló szépen nyugodtan lép, ő pedig vigyáz rá. Kipróbáljuk is a lovastornát? Igen! Hát ugye, sajnos lovunk nincsen, de mit szólnátok hozzá, hogyha a másodikosok megfordítanak a székeket, és akkor úgy ülnének a lóra. Elsősor meg eldöntjük, hogy vagy a fordított széken ült a lóra, vagy felültök a padra. Nézzétek, hogy ide vagy? Nézzétek csak így! Egyik lábad ide, másik oda, egy kényelhással szemben. Rakd a padba! Mert akkor nem halljuk egymást. Csak nézzétek, a esősök is úgy csinálják, hogy ők mozognak. Aha. Most egyik kezeddel próbáld meg a malomkörzést. És képzeld hozzá, hogy a ló körbe-körbe lép. Jó, most kapaszkodj meg megint. És most a másik kezeddel is próbáld meg a malomkörzést. Na most már elég bátor vagy? Igen. Akkor szorítsd a térdeddel a lovat. Két kézzel is csinálom a malomkörzést. Ha tudod előre, ha tudod hátra. Most már nagyon bátrak vagytok? Igen! Jó, akkor most jön a helyzet. Figyelj! Megérdelhetsz a lóra. Azt mondja, hogy hát is nem. Most tedd a fenekedetével.
most megkapaszkodsz, hát ezt a másodikosoknak lehet, hogy nehéz lesz a széken, megkapaszkodsz a lóba. Figyelj, csak most jó, hogyha egyszerre csak egyik kötök csinálja, mármint hogyha ti szembe vagytok egymással, úgy lehet csak, hogyha egymás hátra mögött, akkor egyszer egyik másik. Csak így ügyes, egyik lábát hátra is nyújthatja. És közben képzeld el, hogy az a lóba. Na most visszajöhet kis hercegülésre. Érzed, hogy mozog a ló közben? Igen. Kicsit akkor elhetnék, kicsit most megkérhetjük, hogy gyorsabban menjen. Na most már kicsit. Aha, de én is tudjuk, hogy kicsit a másik lábon. Aha. Jó, ülj vissza kis hercegbe. Paskod meg a nyakát. Le ne essetek a lóról, most még szépen lassan lépjél, lovacskám, mert most... Alig bírtak vele ketten.
biztos adnak neki pipát, mondta Kori az egyik lány. Milyen pipát? Kérdeztem. Ha összekötjük a felső ajkát, de ezt is szöntöszönöm, hogy ügyesnek, ugye jó puha az ajkú, nem a különvágással, meg a kapcsolással leszel foglalva, hanem a pipával. Így lehet elterelni a figyelmét. Ne énekeljek inkább valamit. Az is mindig megnyugtatja. Ajánlottam, de akkor Pali bácsi már közözte is lófaszik ajkára a pipát. Olyan furcsán nézett ki vele, de ettől még tényleg megnyugodott. Vagyis bármit csinálhattak a lábával, ő csak a pipával foglalkozott. Látszott, hogy nagyon zavarja, le akarja rázni meg minden, de szerencsére sehogy sem tudta. Így, és így közben a kovács is gyorsan tudott dolgozni. Lófaci egyik lábát felemelte és a térde közé vette. Aztán egy nagy késsel vagy mivel levagdosta a körmét. Tényleg is reszelte, hogy szép sima legyen. Fúj, de büdös, fintorogtam. A levágott patának furcsa szaga van, homologatott a kovács. Képzeld, otthon a Milóardákban ilyenkor a kutya mindig ellopkodja a levágott körmöket és megeszi. Fúj, fintorogtunk mindannyian. Közben a kovács már gyors mozdulatokkal megszegelte a rúg, már meg is szegelte a patkót, mire az összes lábával végzett, Lóbaci teljesen kimerült. Amikor levették róla a pipát, úgy fújtatott, olyan hízat volt, mint a egész délelőtt a mezőn vártatott volna. Pali bácsi vizet hozott neki, én pedig bementem hozzá és hosszan simogattam. Arra gondoltam, most van itt az ideje az éneklésnek, úgyhogy minden dalt végig énekeltem, ami csak eszembe jutott, még a hímuszt is. Na, erre mit mondtok is? Hát ez van, nem kell kinevetni. Mindenkinek megvan a maga mutusa. Valaki a sötétben fél, valaki a farkasoktól, én meg a patkó kovástól látom. Meg is mondom Csillagnak, ha még egyszer kinyeri, én olyan, de olyat rúgok bele, hogy akkor is csillagokat lát majd, ha nem néz a kulcsába. Pont ő, aki már attól összepisíti magától a szomszédban az állatokat tüsszentekét a kertjében. Na, pont ő. Utána, ha a köd. Mondtam neki. Mindig attól félek, hogy belevágnak a húsokba. Nem mondom, az új patkó egész kényelmes. Most, hogy elment a kovács és Csuti sem áriázik már, szóval a boszban végre csendes vérekon volt, körbe topogom egy kicsit a boxomat. Olyan érzés, mint a felhők figyelni. Olyan puha, olyan lágy. Azért biztos ki lehetne találni vást is, hogyan lehetne a különvágást meg a patkolást finomabban csinálni. Mondjuk én szépen lehemperelném a szalmára, Pali bácsi hozna egy koktélkékhozzával, szívószállal, és amíg elszürcsölgetném, mély álomban szentterülnék, aztán mire felébrednék, már csak a kovács hűtelyét találnám, meg a négy új patkót a patáimon. Igen. Biztos ki lehetne találni valami más megoldást is, mert ettől a pipa dologtól én mindig nagyon pipa leszek. Összekötni a felső ajka, micsoda barbárság. Én meg próbálhatom a fejem, forgathatom, akárhogy sehogy sem tudok szabadulni, közben meg viszket. Olyan, mint hogy az olyan, mint hogy én csomó kötnék Pali bácsi. Halló, Pali bácsi, kedves Pali bácsi, te vagy itt? Esetleg engem is kivezetnél a karámba? Megmutatnám a többieknek ezt a szép, négy szép, csillagos vadonat új kapukómat. Na mit gondoltok, hogy is lehetek olyan lovat, aki fél a patkó kovácstól? Igen. Nem? És van, amitől ti féltek? Igen. Nem, a sötétben. Sokan, én is féltek a sötétben. Te mit történt? Én is ugyanúgy meg a sötétben. Én még a kis és te mit történt? Egyébként. Te is a sötétben. Na, úgyhogy úgy csak felkezdétek a sötétben. Fújtás, szúri, fogolós, fokúzás. Ki az, aki fél a farkasoktól? Ez is olyan érdekes, pedig sose találkoztunk farkassal, mégis félünk a farkasoktól. Ki az, aki fél az ugatós, nagyon hangosan ugatós kutyától? Aki ugatott, az nem hangos. Á, ez egy jó közmondás, de nem tudom igaz-e. Igaz. De mi történt? Sörmütől! Szinte egy kis hős. Te mi történt? Te sem fél semmitől. Én csak nyugodtan a szobában fejlődő kis embert. Ki az, aki attól fél, hogy az iskolában mondjuk mi állt, hogy a fekete pontot? Igen. Ki az, aki attól fél, hogy fekete pontot kap?
neki? Én nem. Én nem. Attól szép. Na látod, csak én valami na figyeljetek, játszom még egy olyat, amit úgy hívnak, hogy villám kérdése. Az olyan kérdése, hogy én kérdezek valamit, és nem kell nyújtani a kezedet, hanem rávágod a választ. Na most már értem. Figyelj, hány patkója van egy lónak? Négy! Lesznek kézes, meg nem kézes komoly kérdések is. A ló sörénye a nyakán van, vagy a fenekén van? Nyakán! Melyik irányban rúg a ló, előre, vagy mi? Oldalra, vagy hátra? Hátra! Előre? Milyen színű lovakat ismersz? Magára! És a mesteres? A mesteres is? Velem! A szénát, vagy a szalmát eszi meg a ló? És akkor lehet. Kicsöngettek, úgyhogy inkább elengedtek ideálhoz, hogy lehet. Remélem majd jövőre találkozunk, akkor igazából nem így. Köszönjük! 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 Köszönjük!